negatívan érinti mind a fejlesztéseket, mind a szolgáltatásokat, mind a munka megszervezését a kormány költségcsökkentő intézkedés csomagja, Véli Péter Ferenc Maros megye tanácselnöke. A megyében a legnagyobb problémát egyes intézmények megszüntetésének kötelezettsége, az együttműködési szerződésekben foglaltak megtartása, illetve a jövőbeli projektekre való előkészületek megnehezítése jelenti. Átszervezésre van szükség a Maros megyei önkormányzat tevékenységében is a kormány által hozott megszorító intézkedések miatt. Elsősorban az intézmények megszüntetését említette problémaként Péter Ferenc megyei tanácselnök. A szálvamont vagy a lakosság nyilvántartó tevékenységét például nem pótolhatják, ezért azok megszüntetési kötelezettsége ellen memorandumot nyújtottak be. További probléma, hogy bizonyos területeken munkahelyek szűnnek meg, és vannak olyan pozíciók, amiket nagyon nehéz volt eddig is be Tölteni, így teljes átszervezésre van szükség, hogy azokat a feladatköröket valakire rábízhassák, ugyanakkor a kifizetések is veszélybe kerülnek. Nagyon sok esetben olyan szolgáltatásokról van szó, mint egy nagyon egyszerű példát adjak az őszi útjavítások, amelyet most végeznek el, és novemberben jön kerül letevésre a számla, és ezt nem fogjuk tudni kifizetni, csak szakaszosan, mivel nem engedik meg, hogy teljes mértékben kifizessük, még abban az esetben sem, hogyha ennek megvan a költségvetési háttere, tehát biztosítottunk rá összegeket. Olyan együttműködési szerződéseket sem tudnak kifizetni, és nem tudnak eleget tenni a szerződés előírásainak, mint például a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvásár támogatása, magyarázta. A másik probléma a tanácselnök szerint, hogy nem lehet olyan anyagokat megrendelni, amikre már ebben az évben is szükség van. A jövőbeli projektek pedig olyan szempontból vannak veszélyben, hogy nincs lehetőség megvalósíthatósági tanulmányokat rendelni, pedig ezekre már a következő költségvetés elfogadása előtt szükség volna. Ami az Európai Uniós projekteket illeti, a kormány el van késve a kifizetésekkel, az önkormányzatok hónapok óta nem kapták meg ezekre a pénzeket.